A mindössze 8 éves fiúk nagyon komolyan vették magukat, ahogy a szurkoló szülők is. A sportszerű játékot mi sem jellemezte jobban, mint hogy egyetlen sérülés sem történt a meccsek alatt. Uri József, a Berze DSE vezetője elmondta, öröm volt ilyen tehetséges gyermekek játékát figyelni egy egész napon keresztül. Nekünk az a cél, hogy a gyerekek mozogjanak, jól érezzék magukat, és versenyhelyzetet teremtsünk. Ezt pedig elértük ma is. Ma 10 csapat, a legtávolabbi a Videotonnak a utánpótlás csapata, mert ma 2010-esekkel foglalkoztunk, de szerencsére a megyéből is jöttek, meg a Debrecenből most 4 csapat nevezett. Ma a Debreceni Labdarúgó Akadémiának a csapata nyerte meg. A torna magas színvonalú volt, viszont az egyes csapatok között jelentős különbségek voltak a játéktudásban. Nyilván egy labdarúgó akadémia, vagy a Videotonnak a kis utánpótlás csapata, vagy a gyöngyösiek, vagy például a besenyőtelkiek, illetve nem is a besenyőtelkiek, mert itt az iskolai bajnokságban, diákolimpián néztem a füzesabonyiakat is, és füzesabonyiakkal kiegészítve, tehát különböző szinteken vagyunk. Mi még talán a legalsóbb szinten, de gyerekek szeretnek focizni, és a kezdeti megilletődés után egész jó futballosztak, győztes meccsünk is volt. Nyilván a többi csapat, mint például már a gyöngyösiek előttünk járnak, hát a Labdarúgó Akadémia, meg a Loki Foci Suli, illetve a Debreceni Sportiskola, ők lettek ma, érdekes módon ilyen házi verseny alakult ki a végén, ők meg már még magasabb szinten, tehát az övéké már egész jó. Uri Józseftől megtudtuk, több ma már az NB1-ben futballozó játékos is megfordult a Berze kupán az elmúlt évek alatt. Heves megyei vonzata is van, hát itt például Balajti Ádám futballozott nagyon sokat, aki most a Vasasba, de hogyha az NB1-es játékosokat hirtelen Szécsi Márk jut eszembe, aki tarnamérai fiú, és a Berze kupán most a Debrecennek a felnőtt labdarúgó csapata kezdő is szokott lenni, meg a múltkoriba gólt is lőtt. Ő például itt többször volt a Berze kupa legjobb játékosa.